Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés úgy hangzik, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés pedig, hogyan érzi magát. A harmadik kérdés, mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de én biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek. Az sem véletlen, hogy te éppen most ezt a felvételt megtekintesz, mert valami azért szól hozzád. De megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, például ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat. A jóslások ára 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. És most megtekintjük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. Itt látható ez a ravasz róka. Az jelentheti azt, hogy van egy hamis személy a környezetében, valaki becsapta őt, és ő elgondolkozik ezek felett a hamisságok felett. Ez a ravasz róka jelentheti azt is, hogy figyelget téged, lehet, hogy féltékeny, de mindazt úgy titokban csinálja, vagy ez a ravasz róka jelentheti a negatív gondolatokat is, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Most bepillantunk az érzelmi világába, a következő kártya mutatja, hogyan érzi magát. Ez a könyv jelentheti a tudását, a tanulást, továbbképzést, de amíg ez a könyv zárva volt, addig még zárkózott volt veled szembe, de itt látható, hogy ez a könyv kinyílik. Tehát nyitottabb lesz a terveiről beszélni, nyitottabb lesz érzelmekről beszélni. A harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot kettőtök között, tehát visszatér hozzád. Azon kívül lehet egy meglepetés, hogy eljegyzésről, házasságról van szó. Amennyiben a munkahelyen nem érzi jól magát, mert ott vannak a hamisságok, és ő szeretne még valamit tanulni, és a könyv jelenti a továbbképzést, ebben az esetben a gyűrű jelenthet bizonyos szerződéseket is, mint például munkahelyi szerződést. Ami a párkapcsolatot illeti, van a háttérben a ravasság, nyitott lesz erről beszélni, közeledik hozzád, keresi veled a kapcsolatot. És most megtekintjük azt, hogy mi fűz össze benneteket. Ő áll itt a középpontban, ő irányítja majd a dolgokat, és szeretné azt, ha megkapná az elismerést, hiszen a te környezetedben is ő áll a középpontban. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!